Számomra is nagy meglepetés ez a következő téma, mert hogy a füvészkertbe látogatunk, és a kutatók éjszakájáról is fogunk beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Papp László botanikus, nagy szeretettel köszöntöm. Napot kívánok. És hát a meglepetés lényege az pedig az, hogy itt ilyen fantasztikus dolgokat tartok a kezemben, ami ráadásul zörög, és nem tudom, hogy mi ez. Ez mi ez, amit a kezemben tartok? Ez egy hatalmas mag, a Maldív-diónak a hatalmas magja, a világ legnagyobb méretű magja, és hát ez demonstrációként, vagy kertcsinálóként hoztam a kutatók éjszakáján ilyen szép magokat is be fogunk mutatni, illetve hát meséljek, hogy milyen kutatásokat lehet végezni magokkal kapcsolatban. Hát ha magokra gondol a magyar ember, akkor mondjuk a szezám mag, a len mag, és nem tudom, a mák és a dió és hasonló dolgok jutnak eszünkbe, nem gondolnám, hogy hát ez azért több kiló, nem fér el az ember tenyerében. Mi is pontosan ez a növény? Ez egy pálmaféle, a Seychelles-szigetekről származik, és hát ekkora teresztő képlete magja van, ami a világ legnagyobbja. Ez már száraz, de egyébként több kilós is lehet frissen, még nedvesen ez a mag. Úszik a víz felszínén, tehát sós tengervízben, úszik egyik szigetről át a másikra. Fel lehet ezt bontani, vagy mit találnánk, hogyha kinyitnánk ezt a magot? Hát most már nem üreges. Sok mindent, hogyha megfordítja, igen, akkor a túloldalán ott lehet látni egy lukat. Ott volt valaha, amikor élt ez a mag, mert ez most már egy kiszáradt, megmaradt része, ott a gyökér kezdemény, ott szúrta át a makéjat, és majd felfelé emelkedett a hajtása. Tehát ez egy, mint ha elképzelünk egy rokont, egy kókuszpálmát, aminek a talaj felszínére leesik a mag, illetve hát kiköt valamelyik parton, először gyökeret ver, majd aztán hajtással emelkedik a talaj felszíne fölé. Az is nagyon érdekes, hogy maga a tapintás egy nagyon kemény, hát kopogni lehet rajta, nagyon kemény anyagról van szó, és kicsit olyan ugye a felszíne, mint ha mondjuk egy fa lenne, tehát egy fának a törzse, ilyen kicsit ilyen rücskös a tapintása. Kemény, tehát elfásodott burok veszi körbe ezt a magot, ami egy tartást is és egy védelmet is biztosít a benne lévő mag számára, illetve embrió számára, hogy biztos legyen a tovább élés és a túlélés. És akkor a botanikusok között van mondjuk olyan személy, aki magokkal foglalkozik? Vagy honnan kerülnek mondjuk a Seychelles-szigetekről magok ide a füvészkertbe? Ez is egy érdekes történet, egy érdekes út lehet. Hát ez a mag például egy kedves barátunktól érkezett, de már évszázadok óta érkeznek magok a füvészkertbe. Épp ennek kapcsán hoztam ezt a kiadványt, amit meg is lehet nézni, meg is mutatnám. Van most egy időszakos kiállításunk a füvészkertben, ez az első magcsere katalógusunk, ami 1788-ban lett kiadva, az első igazgatónk készítette, és ebben vannak azok a magok, amelyeket akkor felajánlott a világ többi kertjei számára, akkor még főleg európai kertek, és ezek mind a mai napig, majdnem minden évben kiadunk ilyeneket, amellyel többi botanikus kerteknek elküldjük ezeket, a katalógusokat, ők választhatnak, ugyanúgy mi is kapunk. Minden latinul van. Hát ez még igen, ez az első változat. A végén gyönyörű rézmetszetek is vannak, úgyhogy óriási értékű a könyv, mert akkor még addig ismeretlen közép-magyarországi növényvilágból is ad egy ízelítőt. Tehát ezeket a katalógusokat mind a mai napig szétküldjük, és lehet válogatni más kertekbe, így eljuthatnak olyan növények magformájában, amelyek szükségesek kutatás szempontjából, vagy csak bemutatás, hogy a látogató közönség is megismerkedjen a növényvilág sokféleségével. És akkor lehet, hogy a világ másik felén elültetik ezeket a magokat, vagy csak a magokat fogják kutatni az ott élő botanikusok, El is ültetik, és hát nem csak a magoknak a külső megjelenését vizsgálják. Ha megnézzük itt ezeket a különböző magokat, akkor azt látjuk, a terjesztés típusok is, úgynevezett, ahogy a magok terjednek, mert azért szükséges nekik, hogy messzire jussanak. A különböző felszíni struktúrákat, ha megnézzük, nagyon különböző lehet. Most megpróbálom lehelyezni ezt az óriási magot, és akkor elmegyek egészen a legkisebbekig. A legkisebb, így van. Itt közben annyi minden van. Na nézzük meg akkor ezt a pici magot, ezt hát nem tudom mennyire látszódik a nézőknek, ezek tényleg az icipici, szinte porszem nagyságúak ezek a magok. Igen, még a milliméteres nagyság alattiak, ezek a vajvirágnak, a hazánkban honos nemzetségnek a magjai, ezek széllel terjedhetnek, ugyanúgy, mint ott van egy ilyen fehér repítőkészülékes zörgőfű magja,
Tehát itt a külső felszíni struktúrákat megnézzük, akkor a terjedésre kaphatunk választ. Ezeket is vizsgálják, hogy terjednek a magok, milyen sebessége, milyen távolságra, vagy akár élőlényekbe akadhatnak is, mint azok a szerptövisek, ami a szőrbe vagy a mi ruházatunkba is megkapaszkodnak, és így akár kilométereket, vagy több száz kilométert is megtesznek. Ezek azok a magok, amiket most itt a kezemben tartok, amiket a gyerekek is előszeretettel fújnak el, ugye a pitypang miután így megszárad, és akkor utána ezeket hát propellereseket, vagy nem is tudom, hogy neveztem, mi a hivatalos megnevezése? Repítőkészülékes magvak ezek. Beépített repítőkészülékük van ezeknek a magoknak. Talán ez a legkönnyebb, nem? A szél szányra kapja, és akkor bárhova elrepülhet. Messzire eljutnak. A környezet sokban meghatározza a stratégiát, mert ez egy stratégia a növényvilágban, tehát a növényökológiát tekintjük. Például a Maldív diónak nagyon előnyös ez, hogy ő vízen úszik, viszonylag nagy képlet, ez kevés élőlény fogyasztja el, és így jó nagy távolságot meg tud tenni egyik szigetről a másikig. Valami meg kihasználja az állatok segítségét. Pont ezt akartam mondani, hogy a kutya tulajdonosoknak talán nem a kedvence az ilyen kis tüskés magocska, amit elég nehéz kiszedni szegény hosszú szűrő kutyusoknak a bundájából, de praktikus a növény szempontjából viszont. Igen, hát egyedi az élővilágban ez a stratégia. Kihasználja azt, hogy bizonyos más élőlények széllel terjednek, mások meg állatok útján, úgyhogy ez is egy jól bevált eszköz a növények kezében. Még az ember kezének is azért elég szúrós, hogyha megtapogatjuk. Ez mely növénynek a tartozéka? Ez a szerptövis nevű gyomnövény. Szántóföldek szélén találkozhatunk vele, és horgok vannak a szélén, tehát ruházatba is beleakad. Igen, nagyon kis barátságtalan dologról van szó, de talán, ami még érdekesebb, az egy hatalmas, nem is tudom milyen formájú növény. Meséljen kérem erről, mert ez is csörög-zörög, nagyon jó kis hangja van. Ez a tűzvirágfa, Madagaszkárról származó gyönyörűséges pillangos virágú növény. Ez egy hatalmas hüvelytermés, ha visszagondolunk a borsó hüvelytermésére, akkor ugyanezt látjuk, csak nagyobb a keményebben. Hát egy óriás zöld borsó van végül is a kezemben, és akkor elő is varázsoltuk azt a magot, igazából ez egy ilyen korong alakú, talán a gesztenyéhez hasonlít a külseje, de annál sokkal keményebb magocska, ami ugye innen bentről származik. Ahogy szétesik a hüvelytermés, akkor ilyen magok esnek ki, pottyannak ki ebből a hatalmas hüvelytermésből. De akkor ő is egészen messziről érkezett. Messziről, és ugyanígy magcsere útján érkezett a mag. A hüvelytermést megkaptuk érdekességgyanánt, tehát ez megkapó látvány. Szóval ez a mag érkezett Madagaszkárról, ez meg hozzá egy ajándék volt végül igen, is az ottani botanikus igen. kollégáktól. Működnek még ilyen cserék mostanában is, mind vagy mondjuk napig. 2018-ban is akkor aktív részese ennek a hálózatnak a fűvészkert? Igen, mind a mai napig, minden évben kiadunk egy katalógust, amiben részletezzük, hogy mi milyen magokat tudunk felajánlani, és mi is kapunk most, jelenleg 250 kerttel állunk ilyen kapcsolatban, de volt ez 450 is pár évtizeddel ezelőtt, kerttel állunk kapcsolatba, és tőlük kaphatunk, és kapunk elég sok magot, és küldünk ki mi is. Ez egy kertek, arborétumok, botanikus kertek, tehát egy picit zártabb rendszer, így cserélünk magok útján növényeket, és sokkal jobb, mint hogyha fejlett növényeket cserélnek, mert az utazás az megviseli őket, el is pusztulhatnak. A maga legbiztosabb ilyen képlet, ami által lehet így növényhez jutni. Számunkra ugye nagyon érdekes a Madagaszkár és a Seychelles szigeteki növényvilág, de vajon nekik mennyire érdekes itt a közép-európai magyar növényeknek a helyzete? Ők milyen magokat szoktak általában kérni, vagy a fűvészkert milyen magokat kínál számukra? Vannak olyan növények, amelyeket Európából mi szerzünk be, meg vannak magyarországi fajaink is. Ezek közül azokat szokták kérni, amelyek ritkább növénycsoportoknak az elemei, tehát kevés faj tartalmazó nemzetségek, érdekesek, feltűnő virágúak, vagy csak kuriózumok, mert a Pannonflórában gyakoriak, Kárpát-medencében, viszont máshol nem találhatók meg. Érdekességként, vagy esetleg kutatás, hogy az adott növénycsoportnak minden faját igyekeznek kikutatni, hogy hatóanyag mi van benne, tehát gyógyászati szempontból is, növényrendszertani szempontból, tehát növényi rokonság, növényi kapcsolatok is, hát az ökológia, mint például a magterjesztés. Na most ez a növény vajon Madagaszkáron milyen funkciót kap, vagy készülnek ebből, nem tudom, hangszerek, ékszerek, hogyan hasznosítják ezt? Erről van valami forrásunk? Mert én már kitaláltam, hogy ebből egy nagyon szép ékszert lehetne például készíteni. A termése az díszítő értékű,
Különböző dísztárgyakat készítenek, de nem olyan jelentős, mint maga a fának a díszértéke. Tehát ez egy nagy termetű fa, és amikor virágba borul, akkor gyönyörű piros színű, félelmetes látvány, és fantasztikus, tehát az ember szemét gyönyörködteti. Ezeket a terméseket meg inkább csak díszértékre használják. Nem tudom, hogy milyen egyéb felhasználásuk is, mert de a helyi lakosság biztos másra is alkalmazza. Ez el lehet képzelni, hogyha ekkora a fának a termése, akkor tényleg milyen méretei lehetnek, vagy mekkora koronája lehet annak a bizonyos fának, hogy több ilyet is el kell bírnia, mert azért van súlya, nem egy gesztenye súlyú azért ez a termés. Nézzük meg még egy kicsit a kutatók éjszakájának a programját, akkor ezek szerint ilyen terméseket meg lehet ott élőben fogdosni, meg lehet ismerkedni velük. Igen, a szakvezetés folyamán megmutatunk ilyen terméseket, és példákat hozunk az előbb említett magokhoz, termésekhez köthető kutatásokhoz, hogy terjednek a magok, hogy csíráznak. Ezeket mutatjuk be szakvezetés mellett néhány ilyen gyönyörű példával, amely jól illusztrálja, és tényleg megérinthető a látogatók számára. Aztán 17 órától pedig a külhoni és a hazai mérgező növényekkel lehet megismerkedni. Ez nem veszélyes téma egy kicsit? De ez mindenki számára nagyon izgalmas téma. Ezek olyan növények, amelyek nagy részét gyógyhatásuk miatt használják, csak már kis mennyiségben is mérgezők, úgyhogy ezeket mutatják be kolléganőim, a hazaiakat és a külföldi fajokat egyaránt. Aztán délután 5 órától egészen este 8-ig pedig Matatás a titok dobozban címmel meg lehet ismerkedni, és végül is egy ilyen különleges rejtvényfejtésre van lehetőség. Például ezt is akkor meg lehet majd ismerni ezt a termést. Hát akár is. Ezt is, de ez egy olyan, mint a zsákba macska, hogy még nem lehet tudni, hogy mi van benne. Gyermekeknek ez egy kutató feladat, benyúlnak egy dobozba, és valamiféle növényi része találkoznak, és azt kell megfejteniük, hogy mi lehet. Nem feltétlenül a növényfajra vagyunk itt kíváncsiak, hanem milyen növényi része találkoznak. Általában kik azok, akik ellátogatnak a kutatók éjszakájára a fűvészkertbe? Olyan fiatalok, gyermekek, akik érdeklődnek a természettudományok iránt, kertészet, biológia, botanika akár, de jönnek, akik az állatokkal, emberekkel is megismerkednének, vagy bárki, aki érdeklődik a növényvilág izgalmai terén és tekintetében, meg a fűvészkert egy esti nyitvatartás mellett egész más képet mutat, majd a tündérrózsák is most végre láthatóak ismét, amelyeket eddig nem lehetett látni, mert többször bezártuk a kertet. Igen, ez lett volna a következő témám, hogy elege lett a fűvészkertnek, és ugye lezárta a fűvészkert leghíresebb látványosságát, ez a nyáron tele volt ezzel a sajtó, és hát azért megértem, mert itt páratlan értékű kincsekről, természeti kincsekről van szó, amit hát időről időre megrongálnak. Miért vagy hogyan fordulhat elő ez? Kíváncsiak az emberek arra, hogy ez a növény egy hatalmas levelet kell elképzelnünk, ami először a szemünk elé kerül, amely nálunk elérte a 185 cm-t is 2 évvel ezelőtt, és az, hogy miért úszik a levél felszínén, valószínűleg ezért ismerkednek, és sajnos lugatják ki. Víz felszínén úszik, és lugatják ki ezeket a leveleket. Sajnos elég sok levél ennek áldozatául esett. Többeknek valószínűleg nem volt elegendő a növényt megérinteni, hanem sajnos ilyen áron elég drasztikusan nyúltak hozzá és kiukasztottak, csak akkor elrohad a levél, és csak a nyáron hoz hatalmas leveleket. Ősszel már, vagy ahogy rövidülnek a nappalok, egyre kisebbek ezek a levelek, úgyhogy sajnos ilyenkor, ha az időszak elmarad, és nem marad éppen a levél, akkor például elmarad a gyerkőcöknek kedves programja, amikor ráülhetnek nyáron a levelekre. De a növényben nagyobb kárt végül is nem okozott szerencsére, tehát a növény az életben maradt, és mondjuk jövőre újra ilyen hatalmas leveleket fog hozni. Igen, igyekeztünk megóvni, hát bezártuk gyorsan az épületet, hogy ne induljon egy rohadási folyamat, mivel a levelek nagy részét érintette, hogy akár ilyenkor a növény annyira megsínyli, hogy el is pusztulhat, de szerencsére túlélte, most ismét kinyitottunk, és már bimbóban van a növény, akár ki is nyílhat péntekre. Ez akkor jó hír, meg lehet előzni mondjuk ezeket a rongálásokat, vagy hogyan lehetne mondjuk jövőre, hogy ne történjen még egyszer ilyen? Kamerával láttuk el az épületet, meg hát igyekszünk ott lenni, amikor ilyen nagy létszámú rendezvények vannak, meg igyekszünk akár itt is felhívni a figyelmet, hogy óvják inkább ezeket a szép növényeket, és vigyázzanak rájuk, hogy mások is meg tudják csodálni. Akkor szeptember 28-án irány akkor is a fűvészkert, délután 5-kor kezdődnek a programok, és egészen este 10-ig nyitva tartanak majd. Nagyon szépen köszönöm, László, hogy eljött hozzánk, és köszönjük ezeket a fantasztikus demonstrációkat is. Köszönöm szépen.